Kedves nézőink, folytatjuk műsorunkat. Mintaiskola lett a Jászárokszállási Deák Ferenc Gimnázium közgazdasági és informatikai szakközépiskola. Az OTP Fáy András Alapítvány és az intézmény ünnepélyes keretek között a múlt héten csütörtökön, október 1-én írtak alá erről egy együttműködési megállapodást. Tévénézőink az aktuális műsorában már egy tudósítást láthattak erről. Most azonban az érintett vendégeket is köszönthetem itt a stúdióban. Majkutni Tóth Emma igazgatóasszony, az intézmény igazgatója, és Gergely Zoltán, Jászárokszállás polgármestere. Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket itt. Egy általános kérdéssel kezdjük. Mit jelent ez a megállapodás, ez az együttműködési megállapodás? Egyrészt az intézmény számára, másrészt az önkormányzat, a város számára. Igazgatóasszony. Úgy gondolom, hogy nagy mérföldkő a gimnázium a középiskola életében. A mintaiskola lét, és mindenképpen előremutató, és úgy gondolom, hogy a lehetőségek tárháza végtelen, amit ez meg tud nyitni számunkra. Tehát ugye a mintaiskola program az elsősorban az OTP Fáy András Alapítvány pénzügyi gazdasági edukációjához kapcsolódik, és mint közgazdasági szakközépiskola, ugye mi valamiképpen már ezt egy kicsit megelőlegeztük, tehát erősségünk a közgazdasági képzés, nagyon jó helyezéseket értek el diákjaink országos, regionális versenyeken, és egy kicsit ki is bővítettük ennek a határait oly módon, hogy nem csak a közgazdasági szakközépiskolások részesültek ilyen képzésben, hanem a gimnazisták is. Próbáltuk őket olyan projektekben elindítani, olyan versenyeken elindítani, ahol együtt versenyezhettek, együtt mérettették meg magukat a szakközépiskolásokkal, és láttuk, hogy van erre igény, hogy pénzügyi gazdasági ismereteket kapjanak. 2 évvel ezelőtt az OTP Fáy András Alapítvány leképezte az egész iskolát, trénerei, minden évfolyamot, és végül is akkor indult el ennek az ötlete, hogy hogyan lehetne kapcsolódni bármilyen módon szakmailag ehhez az alapítványhoz. Vizie Szilveszter, aki az alapítvány kuratóriumi elnöke, ezen az ünnepélyes aktuson, tehát az együttműködési megállapodás aláírásán azt mondta, hogy példaértékű az a tevékenység, amely itt megjelenik. Tehát nem a levegőbe beszélt, hanem ez a 2 éves monitorozás, ez már megtörtént, és akkor valóban azt lehet mondani, hogy nem véletlen az, hogy a vidéki középiskolák közül önök elsőként írhatták alá ezt a megállapodást. Jelent ez anyagi és szakmai támogatást is? Mind a kettőt jelenti. Hát elsősorban szakmai támogatás, de ez a szakmai támogatás, ez anyagiak nélkül nem jöhet létre. Tehát a szakmai támogatás középpontjában a pénzügyi gazdasági képzés áll, ami lehetővé teszi minden évfolyam számára a specifikus képzést, amit a Fáy András Alapítvány trénerei hoznak le hozzánk, illetve kiképezik tanáraink továbbképzését is lehetővé teszik ezen a területen. Ezen kívül erre ráépülő képzések is lehetnek, a pesti, illetve lesznek is, a pesti OKÉ központban, a Fáy András Alapítvány központja, képzési központjában. Ilyen területen, mint például pénz a médiában, pénz a sportban, pénz a divatban, ami már nyilvánvaló speciális területeket érint. Ezen kívül működtet az alapítvány egy karrieriskolát. Én különösen ezt szeretném kiemelni, mert ez egyedülálló lehetőség a diákjaink számára. Ez annyit jelent, hogy 4x4 órás tréningeken, önismereti, önfejlesztő tréningeken vesznek részt, amelyeknek a végén valamiféle jövőkép kirajzolódhat a diákok előtt, és ez a jövőkép meghatározódik azáltal, hogy mennyire érzik bizonyos területeken erősnek magukat, bizonyos területeken esetleg gyengébbeknek, hogy tudnak erősíteni, milyen módon, és ez milyen pályaválasztási lehetőségeket tár fel előttük. Tehát mindenképpen tudatosabb pályaválasztók lesznek ezáltal, és tudatosabban tudják fölépíteni saját jövőjüket. Szavaiból az derül ki, hogy
a szűkebb értelemben vett tanmenetet, tanrendet ez nem érinti. Tehát az oktatásnak azt a menetét, amelyet szigorúan egy iskolának követni kell, azt nem érinti. Ezek a szabadidős foglalkozások lesznek? Lesznek-e például vendégtanárok? Ön említette azt, hogy trénerek, de gimnáziumi tanárok jönnek-e majd ide Jászárokszállásra? Hát itt ugye több kérdés is elhangzott, akkor először az elsőre válaszolnék. Tehát a tanmenetet oly módon érinti, hogy erősíti. Tehát az, hogyha egy diák pénzügyi-gazdasági képzésben vesz részt, ez, ha csak a matematika területét nézzük, az mindenképpen erősíti a matematika oktatást. Erősíti mindazt a tevékenységet, amit mondjuk osztályfőnöki órán kellene ezzel kapcsolatban megoldani, de gondoljunk csak az etika órákra, vagy a társadalom ismeretre. Tehát ez mind-mind erősíti. Hogyan fogadták egyrészt a diákok, a tanulók, másrészt a szüleik ezt a megállapodást? Hát a diákokat tájékoztattam hamarabb, tehát ugye a diák nálunk nagyon erős diák önkormányzat működik, elég erőteljes az érdekérvényesítő képességük, és mindig nagyon jól megfogalmazzák, tehát gyakran látott vendégek az igazgatóiban, hogy mit szeretnének, milyen programokat szeretnének, így együtt készítjük ki elő végül is az éves munkatervet is. És ennek kapcsán én már ezt jeleztem nekik, augusztus végén is, és hát szeptemberben nagyon nagy, úgy gondolom nagy örömmel fogadták ezt, bár még ők sem látják át igazán, hogy milyen hatalmas lehetőséget kapnak. És hogyan fogadták a pedagógus kollégák? Jelente majd valami fajta többletfeladatot, többletmunkát ez számukra? Én úgy gondolom, hogy kollégáimnak az is vonzó ebben a projektben, vagy ebben az együttműködésben, hogy az együttműködés által az iskolánk mindenféleképpen erősödni fog, hiszen olyan területeket tudunk érinteni, amit jelen pillanatban anyagiak hiány nem tudnánk megtenni. És azok a kollégák, akik különösen érdeklődnek a pénzügyi gazdasági képzés, vagy annak oktatása iránt, azok lehetőséget kapnak az UTP Fáji András alapítványtól, hogy az ELTE-n 4 szemeszteres kurzuson ezt elvégezzék, és erről diplomát szerezzenek, és ezt 80%-ban a tandíjat 80%-ban állja az alapítvány. És van már olyan kollégánk, aki érdeklődik. Ha már itt tartunk, a Jászárokszállási Gimnáziumon kívül egy középfokú oktatási intézmény van, amelyel együttműködési megállapodást kötött a Fáji András Alapítvány, ez pedig a Budai Középiskola. Igen. A két intézmény között, tehát a Jászárokszállási Gimnázium és a Budai Középiskola között lesz majd valami fajta együttműködés? Igen, ezt tervezi az alapítvány, hogy a két intézmény között együttműködést alakít ki. Hát gondolom, hogy azoknak a témáknak a kapcsán, mint például mondjuk környezetvédelem, vagy az egészségtudatosság, egészségprevenció, tehát adott esetben közös programok, illetve hát kiemelkedő része ennek a programnak a nyári táboroztatás, tehát gazdasági táborok. Tehát ott nyilvánvaló, hogy a két iskola diákjai együtt vesznek majd részt. Nehéz előre gondolkodni, de hogyan látja igazgatóasszony, hogy az első kézzelfogható eredmények, azok mikor fognak majd jelentkezni? Évek múltán gondolom. Én nem így gondolom. Igen? Tehát nyilvánvaló, hogy ez egy hosszú távú elköteleződés, és hosszú távon sokféle célt fogalmazhatunk meg, de rövid távú eredményei is lesznek, tehát biztos, hogy már ebben a tanévben, tehát a tanév végére ezek az eredmények látszódni fognak. De egy valamit mondok, ugye az ünnepélyes aláírás kapcsán fölhívtuk a diákokat, hogy készítsenek egy kiállítást a pénz vonzásában, ez volt a motto, és minden diák, minden osztályunk, akik rajzoktatásban, művészeti oktatásban részesülnek, ebben részt vettek. Így próbáltuk egy kicsit hát bemutatni diákjaink kreativitását. Ez nagyon nagy visszhangot váltott ki az OTP-sek körében, tehát végtelenül tetszett a diákok kreativitása. Ugye ők díjazták is ezeket. És hát most ennek kapcsán egy fotokiállítással kibővített kiállításunk lesz Jászárokszállás Kultúrházában október 23-án. Tehát ezek parányi dolgok, azt mondhatjuk, de mégis percek alatt megmozdultak a diákok, és
hát képekbe öntötték, hogy mit is gondolnak ők a pénzről, vagy hogy vannak ők, mint diákok, a fiatal emberek a pénz vonzásában. Gondolom, hogy Fáy András életútjának is utána néztek, ha máshol nem az interneten. Ezzel kapcsolatban én egy érdekes párhuzamot találtam. Mikszáth Kálmán írta valamikor a század végén, hogyha nem Deák Ferencet nevezték volna hazabölcsének, akkor Fáy Andrást. Ez ugye azért érdekes, mert a gimnázium Deák Ferencről van elnevezve, és akkor most jön a másik nagy 19. századi reformkori úriember, aki pedig az alapítvány nevét viseli, és akikkel együttműködési megállapodást kötöttek. Gergely Zoltán polgármester úr, ön azt mondta ezen a megnyitón, illetve együttműködési megállapodás aláíráson, hogy újabb lökést fog adni az itteni tanulóknak, oktatóknak. A város számára mit jelent ez az együttműködés? A város nagyon büszke 52 éves gimnáziumára. Amikor ez a gimnázium megalakult, akkor egy olyan gimnázium alapítási kedv volt a országban, hogy Jászlóskun-Szolnok megyébe is 4 ilyen gimnázium alakult, és egyedül ez a jászárokszállási van már meg közülük. A kapitalizmus a versenyről szól. Tehát arról a versenyről, hogy jobbnak kell lenni, mint azok, akik ugyanazon a pályán dolgoznak, ugyanazon a pályán játszanak. A jászárokszállási gimnázium fölvette ezt a kesztyűt, és a 220 tanulójával nagyon sok nagy iskolának a konkurense volt eddig is, és lesz most a jövőben még jobban. Tehát nagyon sokat jelent az, hogy nem összeköttetéseket keres az iskola, nem azután szalad, hogy honnan lehessen pénzt kunyerálni, hanem tenni akar és tesz azért, hogy igenis megteljenek az iskolapadok, és ennek már az első mostani szeptemberi példa is mutatja, hogy nagyon sok nagy gimnázium nem tudott kellő osztályt indítani, itt pedig a két osztályra annyi jelentkező volt, hogy akár még egy fél osztályt, egy újabb osztályt is lehetett volna indítani. Ezáltal, hogy ez alapítvány belép az iskola életébe, ezáltal egy olyan minőségi oktatást tud a gimnázium biztosítani, amely újabb eredményeket jelent a felvételeknél is, és magasabb követelményeket a felvételizők részéről, aki ezután a jászárokszállási gimnáziumba kíván jönni. Van egy harmadik szereplő is az intézmény és az önkormányzat mellett, a Klebelsberg intézmény fenntartó központ. Államosították a közoktatási intézményeket. Önök hogyan érték meg ezt az államosítást, és milyen most a kapcsolat a Klikkel? Nagyon nehezen éltük meg, én személy szerint is nagyon nehezen éltem meg. Most már 17. éve vagyok polgármester, és mióta polgármester vagyok nálunk, mindig úgy kezdődtek a költségvetési tárgyalások, hogy először a két iskolát kistafírungoztuk, és akkor a megmaradt pénzen utána vitatkoztunk, hogy mennyi utat, mennyi járdát, mennyi árkot építsünk. Tehát mindig az iskola volt az első, mert annál jobb beruházás nincs, mint a beruházás a jövőbe, az oktatásba. És hát derültékből villámcsapásként ért bennünket az, hogy bárkinek lehet iskolája, csak önkormányzat nem működtethet iskolát. Én bízom benne, hogy a józanész fölülkerekedik, és visszakapjuk iskoláinkat. Nagyon sokan olyan megoldásokat kerestek, hogy menekültek az iskolától, ez árokszálláson soha nem volt jellemző. Mi azóta is saját részünknek tekintjük az iskolát, és nincs olyan kérés, amivel jön a igazgatóasszony, hogy ne találna nyitott fülekre, nyitott ajtókra. Mi most már 4. éve, azóta is, mióta Klikhez tartozik az iskola, minden kezdő jászárokszállási gimnazistának egy laptopot adunk az önkormányzat költségvetéséből. Az elmúlt 3 évben erre 13,5 millió forintot költöttünk, előzőleg pedig a cégek által adott összegből vásároltuk meg ezeket a laptopokat. Tehát mi az esélyegyenlőségről nem csak beszélni, hanem tenni is akarunk érte.
és nagyon sok gyereknek ez a lehetőség, hogy az informatikába elmélyüljön, hogy otthonra kap egy laptopot és sajátjaként kezelheti, használhatja végig az egész tanulmány idején, és most jövőre lesz ez az évfolyam lesz az első, aki haza is viheti egy jelképes 100 forintos összeggel a 4 évig használt laptopját, és minden olyan fejlesztésnél, amely a gimnázium javát szolgálja, mindig lehet számítani a önkormányzatra, a tornateremnek, a világításának, a festésének, egyéb dolgainak elvégzésénél mindig közreműködtünk. A gimnáziummal kiváló a kapcsolat, és személyes kötődésem által ismert, én itt végeztem ebbe a gimnáziumba, és sajátjának tartja a város, és nagyon félti ezt a kis intézményt. Ez most nagyon jó válasz arra, hogy a túlélésé küzdő kis gimnázium is lehet kreatív, és lehet előre menekülés. Ez egy tipikus előre menekülés ennek a gimnáziumnak, és a túlélését jelenti. És gondolom, hogy a Klebelsberg Intézmény Fenntartó Központ örül annak, hogy bőkezűen támogatja az intézményt, az épületet, a diákokat anyagilag is, eszközökkel az önkormányzat. Itt az együttműködési megállapodásban szerepel egy pont a közösségi terek fejlesztése, és a bevezetőben említettem, hogy anyagi támogatást is jelent ez a megállapodás. Itt a három szereplő között egyeztetni kell majd? Tehát például a közösségi terek fejlesztés esetén, hogyha az iskola épületében lesz valami fajta felújítás, akkor az igazgatóasszonynak egyeztetni kell majd a klikkel és az önkormányzattal, mert az önkormányzat tulajdonában maradt továbbra is ugye az épület. Tehát ez így fog majd működni, hogy ilyen három szereplős? Úgy gondolom, hogy egyeztetni lesz szükséges, de nem hiszem, hogy ez bármiféle problémát jelentene a klik részéről. Mi a klik szolnoki tankerületéhez tartozunk, és hát el kell, hogy mondjam, hogy nagyon elismerik azt az együttműködést, ami az önkormányzattal együtt kialakult, hiszen csak így lehet, tehát ők is látják, hogy csak így lehet igazán sikeres az iskola, és ezt az együttműködést a jövőben is meg kell őrizni. És hát Szutori Szügyi Csongor tankerületi igazgató úr is úgy nyilatkozott ezen a beiktatáson, hogy valójában az iskola most 5-ös skálán 5-ből 5 pontot kapott, és szeretné, hogy ez a továbbiakban így maradna. Tehát úgy gondolom, hogy maximális támogatását meg fogja adni bármiféle ilyen pályázathoz. Túllépve az alapítvánnyal kötött megállapodáson, milyen terveik vannak még az elkövetkező évekre, mint intézménynek? Hát úgy gondolom, hogy az alapítványi együttműködés, ez mindenképpen meghatározza a közeljövőnket is, és a hosszú távú céljainkat is. Ki szeretnénk használni azokat a lehetőségeket, amelyeket ez az edukációs alapítvány kínál nekünk. Mindenképpen erősíteni szeretnénk az oktatásunkat ezáltal, pontosan azért, mert külső erőket be tudunk vonni. Mondjuk vegyünk egy példát, például minden évben szervezünk egészségnapot, nem mindegy, hogy az egészségnapra milyen szakembereket tudunk lehívni, vagy honnan tudunk szakembereket lehívni, illetve hát milyen módon tudjuk mondjuk elővezetni az egészséges ételeket, vagy éppen most a diák önkormányzat azzal állt elő, hogy az idén az legyen a téma, hogy egészséges édességek. Tehát, hogyha egészséges édességek, akkor bizonyára szeretnék ezeket az egészséges édességeket elkészíteni, vagy megkóstolni. Tehát ennek nyilvánvaló anyagi vonzata van. De ez csak egy példa volt. Ezen kívül szeretnénk, és ez az együttműködési megállapodásunkban is benne van, hiszen mi előtte egyébként tudni kell, hogy előtte mi beadtunk ehhez munkaanyagot. Tehát ebben a munkaanyagban kifejtettük az alapítványnak, hogy mi mit tudunk felajánlani, tehát hogyan tudjuk az alapítványi munkát itt helyben erősíteni, hogy tudjuk a közös együttműködést kialakítani. És hát többek között az is benne volt, hogy közös tananyagok fejlesztése,
Tehát ez egy hosszú távú cél lehet, hogy a tapasztalatok alapján közös tananyagfejlesztés, szülők akadémiáját szeretnénk pénzügyi gazdasági képzés terén indítani, illetve az helyi és a környékbeli általános iskolásoknak gazdasági képzést, pénzügyi gazdasági képzést, tehát 7.-8. korosztályban. Egy könyvet is látok ön előtt, ez az önök kiadványa? Így van, hát ezt önöknek hoztam ajándékba. Ugye a könyv címe Lépcsők, és ez valójában a gimnázium jubileumi évkönyve. 1963-ban indult ugye a gimnázium, ahogy polgármester úr is említette, és 2013-ban ünnepeltük az 50 éves évfordulót. A Lépcsők címet adtuk neki, és én úgy gondolom, hogy ez, amit most elértünk, ez egy újabb lépcső a gimnázium életében, és hogyha ez egy újabb lépcső, akkor szépen menetelünk fölfelé, és meg lehet fogalmazni új célokat. Tehát ez a legfontosabb szerintem azoknak az életében, akik az oktatásban tevékenykednek, hogy mindig lássák maguk előtt, hogy milyen új célokat lehet megvalósítani, azért, hogy a diákjaink sikeresebbek és boldogabbak legyenek. Igen, és ez legalább annyira jelképes, mint Deák Ferenc és Fáji András párhuzamba állítása. Egyébként visszatérve arra, amit mondott, csak nem akartam akkor félbeszakítani, pontosan ez a gondolat az egyik diákunk megközelítésében megjelent. Fáji András gondolatait megjelenítette OTP logó formájában, tehát az OTP logóban Fáji András gondolatai voltak ugye elrejtve Deák Ferencről. Tehát... Igen. Polgármester úr említette, hogy ön is ebben az intézményben végzett, és azt tudjuk, hogy Jászárokszállás gazdasági vonatkozásban elég sikeres volt az elmúlt másfél évtizedben. Mindazok, akik elszármaztak, itt végeztek az iskolában, segítik-e a várost, és milyen a lokálpatrióta szellem? Nem sok időnk van már, 2-3 perc, de arra kérem, hogy ezzel fejezzük be ennek a kérdésnek a megválaszolásával. Én amikor polgármester lettem, egy olyan helyzetet örököltem, hogy én is mezőgazdaságban dolgoztam, főágazatvezető voltam a helyi TSZ-be, és akkor egy 700 munkahelyről nagyon gyorsan 100 főre csökkent a TSZ-ben dolgozók száma. Na most a paraszt emberről azt tudni kell, hogy nem szeret eljárni dolgozni, tehát helybe keres munkát, vagy ha nem talál, akkor hát igen, nehéz helyzetbe kerül. Tehát én friss polgármesterként azt tartottam legfontosabbnak, hogy munkahelyet kell teremteni, hogy épp azért, hogy menekülési útvonalat teremtsünk ezeknek az embereknek. Én akkor több mint 400 levelet írtam meg azoknak a jászárokszállási születésű embereknek, akik a világ minden részén megtalálhatók, Új-Zélandtól, Amerikától, Angliáig, mindenfelé. És az egyik levél az célba talált, és ennek segítségével tudtuk a kipufogógyárat, az első nagyobb gyárunkat 2010-ben idehozni Jászárokszállásra. Egyik héten még malacot árultunk, mert a vásártér lett az a terület, ahová ez a cég építkezni kezdett. A másik héten pedig megkezdték ennek a gyárnak az alapozását. Ez a gyár jelenleg közel 600 embernek ad munkát, és több mint 30 milliárd forint a éves termelési értéke. Ezzel együtt 15 gyár van a Jászárokszállási Ipari Parkban, és azt is hozzá kell tenni, hogy ezeknek a gyáraknak nagyon jó a kapcsolata a gimnáziummal. A családi napokat a gimnázium udvarába tartják, a nyelvi továbbképzésekre, a nyelvi labort igénybe veszik. Tehát úgy komplett a város, és úgy életképes, hogyha egymásra épülnek ezek a szolgáltatások, és nem azt nézzük, hogy hogyan lehet a másiknak rosszat tenni, hanem azt, hogy közösen hogyan tudunk előbbre jutni. És ebbe az elmúlt években sikeres volt Jászárokszállás, jelenleg 4000 munkahely van a Jászárokszállás Ipari Parkban, és működik a város és agglomerációja elképzelésünk, vagyis az, hogy
A 4000 munkahelyből 60%-a jászárokszállási agyoda jár, a 40%-a pedig a környező kis településükről bejáró dolgozó. Igen, tehát gyöngyösiek is vannak például, akik jászárokszállásra járnak dolgozni. További sok sikert kívánunk. Kedves nézőink, Majkutné Tóth Emma, a Jászárokszállási Deák Ferenc Gimnázium közgazdasági szakközépiskola, így mondjuk? Közgazdasági és informatikai szakközépiskola igazgatója, és Gergely Zoltán, Jászárokszállás polgármestere volt a vendégünk. Legközelebb jövő héten, kedden jelentkezünk Fórum című műsorral. Tartsanak akkor is velünk, vendégeimnek megköszönöm, hogy eljöttek hozzánk. Köszönjük a lehetőséget. Köszönjük szépen. Viszontlátásra.